Éppen egy hete került sor arra a pódiumbeszélgetésre, ami a miniszterelnökséget vezető miniszter és a Matthias Corvinus kollégium főigazgatója között zajlott az intézményhálózat szekszárdi képzőhelyén. Az esemény előtt a nemrégen felújított épületfalai között az MCC tanévnyitójára is sor került. A Matthias Corvinus kollégiumot 1999-ben alapították, mostanra pedig a Kárpát-medence 28 helyszínén mintegy 7200 kiemelkedő képességű diákot képeznek délutáni foglalkozások keretében teljesen ingyenesen. A szervezet vezetője azt mondja, a Tolnai vármegyeszékhelyen található képzőhelyük a hálózat egyik legjobban működője. Az elmúlt időszakban is rengeteg rendezvényt szerveztünk, több mint 44 eseményünk volt, amelyen közel 3000 résztvevő, a városi polgárok vettek részt, és én külön büszke vagyok a szekszárdiakra, mert hogyha megnézzük, az MCC már 28 városban működik több mint 7000 diákkal, noha az egyik legkisebb város, ahol MCC működik, itt a legnagyobb az érdeklődés, ha megnézzük a felvételi számokat, megnézzük a programokon való részvételi számokat, megnézzük az események, konferenciák, beszélgetések, előadások részvételi számait, akkor igen előkelő első harmadába találjuk Szekszárdot. Az MCC a hagyományos oktatás keretein kívül kínál képzési lehetőséget a fiataloknak, általános iskolától egészen az egyetemig. A szolgáltatás tehát az állami rendszer mellett azt kiegészítve működik. Ezért is fontos az itt tanuló fiataloknak is, hogy mi lesz az Erasmus ösztöndíjak sorsa, amiknek a támogatását Brüsszel ideiglenesen felfüggesztette. Gulyás Gergely most ezzel kapcsolatban azt mondta, bízik a pénzek mielőbbi folyósításában, ugyanakkor a kormány felkészült arra is, hogy saját költségvetési forrásból biztosítsanak, akár a korábbinál magasabb összegű támogatást a felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak. Jó lenne, hogyha az Európai Unió, az Európai Bizottság nem gondolná azt, hogy magyar és holland, magyar és szlovák, magyar és német gyerek között különbséget tehet, azért mert az egyik magyarnak született, a másik pedig másnak. Úgy gondoltuk, hogy Európában ezt a kort réges-régen magunk mögött hagytuk, és hogyha az Európai Bizottság is így gondolja, akkor semmi akadálya nincs, hogy november végéig megállapodjunk, és akkor senki nem marad ki, nem lesz egyetlen egy szemeszter sem, aki vagy amely kimaradna az Erasmus ösztöndíjból. A szekszárdi Matthias Corvinus kollégium képzéseiben egyébként nagyjából 200 diák vesz részt Szekszárdon.